második osztályosok kiszállításával kezdődött. Ror adventi hírnök Kismenyőn vallamokán, Menkovics Léva az ünnep csendjelenség a második szélosztály szavaival. Hallod ember? Angyal szólal. Karácsonyban van. Midőn a szűz mozatján című dalokat követően Tóth Árpád Ferenc, ugye hallott szavam kezdetű verse, az
Kérem, hallgassuk meg a közismert Jézus című dal Balázs Oszkár Ágiatban. Játszák Ujjáki Bence, Csáki Manikó, Deálman Dalmanna, Ipacs Imre, Ház Bálint, Tímán Fanni, Türkösi Boton, Vidéki György, 8. Célosztályos tanulók.
Thank you.
vagyunk arra, hogy szellemessége 50 éve állhatja iskolák oktató nevelő tevékenységét, múltunk erőt ad, a jövő pedig csak rajta múlik. Nem múlhat el az Énekzenei Iskola karácsonyi hangversenye Kodály Zoltán dallamai nélkül. Ebben az évben a mai napon ünnepeljük a mester születésének 140. évfordulóját. A kicsinyek kórusa is műsorra közötti címünk mai közül egyet. Most a legnagyobbak tiszteletnek a kiváló zeneszerző és zenetelmúlva. Hagyomány iskolában, hogy a 8. osztályos tanulók egy önálló műsorszámmal búcsúznak az adventi koncertek sorozatából, hiszen jövőre már nem lesznek a gyermekkórus tagjai. Ezúttal Kodály Zoltán adventi ének című művét adják elő énektanárainkkal közösen. Orgonán kísér, Kazepas Tamás, Szent István templom tábora. Vezényel, Bolyás Zsuzsa. Thank you.
Sok éves hagyományt éreztünk újra azzal, hogy koncertet közös énekléssel zárjuk. Hangversenyünk befejezésképpen Bárcs Lajos Szent Karácsony Éjjel című művével kívánunk legfőbb karácsonyi ünnepeket kedves vendégeinknek. Korbodán visszaműködik Molnár Elvira, vezényelő nagy visszaemlékezünk az ítéletekhez kapcsolódó várakozások szép történeteit.
mint keresztelő Szent János születése, a Máriához szóló ígéret, Zakariásban némasága, karácsonyi körülmények. A Batthyány Lajos Általános Iskola gyermekeinek és a tanári kórusnak éneke az adventi időszakhoz társuló meghitt hangulatot hozta el. Adventi éneklésünk hagyománya 2022-ben is él és szívekben megtartott. Mindenkinek áldott békés karácsonyt és sikereket